Sziasztok! Ez itt újra a Freestyle Faci. Itt vagyunk a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémiának a Pancho arénájában, és azért vagyunk itt, hogy a Game of Focinak a második részét felvegyük. Az elsőt már majdnem több mint 500 000-an láttátok, úgyhogy úgy vagyunk vele, hogy egy év után ide egy második rész. Viszont van egy sztár vendégünk, Tamás Nandi személyébe. Kimutat elsőnek, hogy kezdjük el? Kőpapírról, nem? Tegnap nyertem egy bajnokságot, csak mondom. Kőpapírról. Jó, akkor most mi mutatunk, vagy ti kezdtek? Ti mutattok. Kezdjük még lájtosan. És ugye a szabály az az, hogy mind a ketten meg kell, hogy csináljuk a dolgot, úgyhogy az első a raptobon. Jöjjön, rajta vagy, homás. Sima, tetszik, megvan. Hát reméljük itt is menni fog. Sima, focistás trükk. Romáros. Easy. Van melegítő, az megvan. Betűk nélkül vagyok egyelőre. Egyelőre, sima ügyed alatt. Jó, következik. Én mutatok? Igen, ti mutattok. Akkor maradjunk még az egyszerűbbnél, legyen egy X over. Ó, amúgy egy követ. Sima. X. Easy. Too easy. Most te mutatsz. Én mutatok? Te mutatsz. Az akkor most már egy ilyen pár hónapot haladjunk a freestyle pályafutásban, egy túlzálni. Szép. Az még így sem. Sima. Szerintem mehetünk megint tovább egy a freestyle kronológiában. Nézzünk egy dupla kerülést. Mondjuk egy hátat, egy tippi kedvencét. Szerintem ezt még menni fog mindenkinek. Easy. Hát ti előri. Simulítem, te mutatsz. Én mutatok. Hát jó, hát innen már lehet szivatni szerintem. Okay, ja, igen, és igen, tényleg gondolkodnom kell, mi az, ami neked megy. Az a vajon, hogy ezzel a fogtad. Nehogy tud a világ szeme. Ennyi! Most talán melegben vagyok. Ez próbának számít? Ez nem számít próbán. Amíg nem esik a labda, addig nem próbál. Tíz nap múlva. Tényleg vagy. De közben volt. Nem vagyunk az első betűvel. Ez az. Ott is el. Jaj, Máté a tervet csinálják. Kitoktatás. Szerintem még egy blokk az a pillanat. De tartsuk meg a végére. Jó, tartsuk a végére, akkor legyen egy eclipse. Yeah. Csárdást! Szerintem beérhetjük előre. Beérhetjük ezt a betűt szerintem. Jó, megvan az esünk. Megvan. Akkor mi mutatunk? Mi mutatunk? Menjen kicsit könnyebbre. Jó, hát én szerintem az meglítő is. Jaaaaaa! Ők mutatnak. Itt ott van. Nem tudom, a következő szintén egy dupla kerülés lesz, egy alt dupla kerülés, az alt lemez. Százas kerülés volt. Igen. Uff! Meg van kíteni! Utána megyek! Mi van? Kaptál egy kis vizet a szemembe. Mi? Én? Ja, mutass! A bióda? Az nem fog menni. Jósítra menjünk! Jósítra elmegyünk! Hát azt szerintem meg tudjuk! Hás nyúlsít vagy nyúlsít? Hát. Jó. Tökéletes.
szép. Csapat. Nem tudom megadni, Tanél, te hogy döntenél? Nem? Nem adja meg. Nem volt meg a három. Jó, akkor, akkor. Oha, aha, aha. Ez jó, nem? Jó. Akkor a három, helyette? Igen, igen, igen. Kupak tanács után megszületett a döntés. Jó, mehetünk. Mehet? Akkor a következő trükk. Maradunk a nehézségi szinten szerintem. Oké, és Team Spirit miatt láttam, hogy ő bal lábbal csinált, ezért én is bal lábbal adom be. Tudjuk, hogy légy szíves tudja. Gyerekek, trükk, amit életemben nem csináltam. Körgőlelő. Jó, nem ez a fél van, ez de undorító volt, hogy csináltam. Meg volt a pika. És új fáj a lába, kettel. Jó, nem stabil, és kész ki lesz a végén. Na, akkor az én egyik kedvenc trükkömmel, az alternatív magellánnal folytatnánk a sort, ami hát tudjuk a két ellenfelet, hogy nem az erősség itt talán. Hát, ezeket reggelőre szoktam mondani. Hogy mondtam, hogy igen. Yeah. Szóval azért nem dobjuk ezt a trükket, mint, ha, mert ez, ugye nem challenge. Ez new school. Ilyenekkel nem foglalkozom, hogy a klasszik dolgokat. De még van lehetőség, ha gondolod. Az a baj, ha itt lennék volna. Szóval mind a két csapat három betűnél tart, úgyhogy most jönnek el a nagy dolgok. Hogy ugorjunk is neki, mert tegyek egy jó pálatit. Klasszik. De nem mondhatja a Pála magára, hogy eljutott a Pancho Arénába. Jó! Gyerekek, ez a dolog egy több sebből érzetben megvan az a lényeg. Most adott állat, hogy így dobjátok. Semmi nyomás. Szóval itt Nándival az előbb leszudott fejünket, és hát arra jutottunk, hogy mivel ő van hazai pályán, ezért egy ilyen Joker kártyát ő kijátszhat, és ő a Palletric helyett egy reves core ATV-t szeretne csinálni, ami mozdulatban ugye hasonló, csak az indító láb más, és így a tanács előtt kérdezem, hogy akkor ezt hát jóvá hagyják-e vagy sem. Lépivel mi gyönyörű szép családból származunk, normális gyermekek vagyunk, ezért mi megadjuk ezt a lehetőséget. Stage is yours. Szuper, hát akkor Nándi, parancsolj! Ez amúgy tényleg egy sokkal nehezebb trükk, mint a Palletric, mondjuk, nem tudom, Palletric, kb. Fél év, egy max. Egy év gyakorlás, az meg azért kell egy kis kakaó bele, hogy az meg legyen. Jó, hát lássuk akkor, hogy tudok-e élni a Joker kártyával. Ez szép volt. Hát köszik. Szuper speed van. Szóval, gyere, nálunk pattog a labda. Nálunk pattog. Jolly Joker. Ja, azt már előttük. Előttük a Joker. Ez az! Ez! Yes! Akkor... Skálát fog... Ne! Legyen a... ja, azzal kéne megpróbálni. Megpróbálhatjuk. Skálát? Hát neked biztos, nekem rizikó, de figyelj, adjuk be. Próbáljuk meg. Mekkora ending lenne a videóban. Igen. Szuper, szóval elérkeztük az utolsó betűhöz, és nálunk pattog a labda szó szerint, és Nándival azt beszéltük, hogy hát akkor elővesszük minden tudásunkat, és az egyik legnehezebb trükkünkkel zárnánk a sort, ez a skála ATV, ugye, ami egy hármas kerülős trükk, és hát szerintem egyedüli focista vagy kb. Aki tudja ezt a trükköt, szóval világpremiérnek lehetünk szemtanulni, szóval... Hogyha sikerülni fog. A
szép. Szerintem elég rossz lenne a videó végét elrontani azzal, hogy mi itt Stálekon próbálunk Lippivel. Még ha sikerülne is, akkor sem érdemelnénk meg a győzelmet, úgyhogy mi elállunk a próbálás lehetőségétől, és hát egy foci nevezetű szóval itt bevégeztük, úgyhogy a győztes úgyhogy a másik oldalon, meg hát srácok, ez baromi kemény, szóval hármas kerül egy focistától az NBA-be, azért ez nem tudom. Virágon. Ja, szerintem a következő 100 évben se talál meg egy ilyen játékos. Úgyhogy köszi szépen srácok, hogy itt voltatok velünk. Én is köszönöm. És hát akkor ne felejtsetek el feliratkozni, Nandit bekövetni Instán, illetve nála egy mindenki által aláírt Puskás Akadémiás Pest ki fogunk sorsolni, vagy ki fog sorsolni. Úgyhogy ott találkozunk meg a következő videóban. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Sziasztok! Sziasztok.